Új autóipari óriás születhet, miután szerda reggel az olasz-amerikai Fiat Chrysler megerősítette, hogy fúziós tárgyalásokba kezd a francia-kínai PSA csoporttal. Mindez alig pár hónappal azután, hogy hasonló, de sikertelen megbeszéléseket folytatott a Renault-val. A Peugeot és a Fiat Chrysler bevétele, eladása és nyeresége szinte megegyezik. Előbbiben részvényei vannak a Citroent és Opelt is birtokló kínai vállalatnak. Egy fúzió esetén létrejövő cég részvénypiaci értéke elérni az 50 milliárd eurót, ami a világ negyedik legnagyobb autógyártójává tenné a vállalatot. Az egyre szorosabb iparági együttműködést az elektromos autók térhódítása mellett a szigorúbb emissziós szabályok és az önvezető járművek fejlesztése kényszeríti ki a gyártókból.